Szinte biztos, hogy Donald Trump lesz a republikánusok jelöltje az amerikai elnök választáson. Egy olyan ember, aki még tagja se volt a pártnak soha. Hogy jutott idáig, milyenek az esélyei, és mi a tét a világ többi része számára? Ezekről beszélgetünk Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel, aki egyébként személyesen is ismeri Trumpot. Jó reggelt kívánok! Így van, hát kis túlzással ismerem, de találkoztam vele nem csak egy készfogás erejéig, hanem az ő magánrepülőgépén utaztam más nagykövettársakkal együtt egyszer Floridából vissza Washingtonba, de ott is átvert bennünket, mondjuk ez az érdekes, hogy úgy volt. Majd ez az ott is, ezt fejtse ki bővebben, mi történt ott? Hát ugye, az úgy értem, hogy ott is, hogy a sok-sok választót megtéveszt össze-vissza beszédével, tehát nem csak a világot aggasztja, saját pártjának a tekintélyes vezetőt aggasztja, republikánus, mondjuk törzsszavazókat aggaszt, a rejtély igazán az, hogy hogy került ő ide? Beszéljünk mindjárt erről, de azért meg érdekelne ez a személyes élmény, ami történt ott a repülőgépen. A személyes csak az van, hogy tehát egy floridai bálra voltunk hivatalosak, sok-sok nagykövet, és az ő repülőgépén, magárepülőgépén vittek el bennünket, visszafelé pedig leereszkedett, ahogy ő maga is ezzel a repülővel tért vissza. Na mondjuk kezet fogott a nagykövetekkel, de aztán bevonult, tehát nem barátkozott velünk, nem volt kíváncsi a véleményünkre, hát persze a külvilág soha nem érdekelte nagyon. Ami igazán kellemetlen volt az, hogy a megállapodás szerint Washingtonban tettek volna bennünket le, de ő elrabolta a társaságot és elvitte New Yorkba, mert neki az volt akkor kényelmesebb, és akkor 4 órán át bumlisztunk egy busszal visszafelé. És ettől eltekintve, mert érthetően nyilván ez akkor nem tetszett, milyen személyes benyomásokat szerzett róla ennek a rövid találkozásnak az alapján? Hát ő úgy nézett ki akkor is 15 éve, mint most, ugyanezzel a színű hajjal és a többi. Engem talán a külsőjéről szólva az lep meg, hogy az terjedt el Amerikáról, pláne az elmúlt évtizedekben, hogy lehet egy elnök jelölt vagy elnök nem túlságosan okos, de jó kinézetűnek kell lenni. Mert ugye a női szavazók a férfinél azt nézik állítólag elsősorban, hogy pár ugye Kennedynél nem csak a külseje volt, ami mellette szólt. Tehát egy ilyen ember, akinek nem szerencsés a megjelenése, vagy pedig szándékosan teszi magát ezzel a hajjal, én nem tudom, hogy ez valódi haja-e. Szóval minden esetre nem ez a probléma, hanem a világ számára az a probléma, hogy egy ilyen ember, aki mondjuk a külpolitikához a legkevesebb affinitást sem mutatta eddig, amikor legutóbb külpolitikáról kellett beszélnie, akkor teleprompter, tehát sugógépet használt, ezt egész világ sajtó elmondta. Hát mondjuk, amikor egy nagy jelentőségű találkozója lenne majd, ha ő lenne az elnök, akkor nem lesz ott, aki sugja neki. Ez a sok jó szava nincsen Donald Trumpról. Ha jól értem, akkor elmondta, hogy buta is, de legalább csúnya, és fogalma sincs a világról. Ehhez képest hogy lett belőle republikánus elnök jelölt? Mert bár ez még nem hivatalos, most már nehéz elképzelni, hogy ne lenne az. Igen, hát sok forgatókönyvet dolgoztak ki, én is olvastam ilyeneket, hogy hát hogy lehet meggátolni. Tehát ugye mondhatjuk, hogy még nem is a nép akarata, hanem a előválasztáson résztvevők akarata idehozta őt. Hát ugye amennyire ő általam olvasott termékek mutatják, ugye őt elsősorban a fehér, alacsonyabb végzettségű élet, mondjuk, szóval életszínvonalukban csalódott emberek támogatják, akik mondjuk szemben állnak azokkal, akik Amerikában ma följövőben vannak. Tehát létszámban a bevándorlók, a spanyol ajkúak, a szegények. Úgyhogy ő neki ment annak a körnek, amelynek eddig az utolsó egy-két alkalommal mindenki udvarolt, republikánusok, demokraták egyaránt. Még azt is mondhatnánk, hogy bátor. Igazából véve én azt gondolom, hogy a titka tehát csak az, hogy egyrészt általános a mai világban a kiábrándulás a vezetőkből, és különösen a vezetők meggazdagodásából. Mert persze mondhatták azt, hogy mi az oka annak, hogy egy ilyen kétes vagyonnal rendelkező embert támogatnak, de hát éppen az ő populizmusából jellemző, hogy pontosan a gazdagságot támadta legtöbbször, persze sok mindenki támadott. És hogy többen hiteles lennél pont az egyik leggazdagabb ember? Hát azt is olvastam, hogy az ő állításai 90%-ban nem igazak. De az emberek egyrészt elfelejtik, amit hallottak, és hogy mindig ugye annak a közönségnek, vagy annak a hangulatnak megy elébe, amit éppen érzékel, vagy amit a tanácsadói
mondanak. Korábban arról szóltak a hírek, hogy léteznek olyan felmérések, hogy ha X vagy Y lenne a jelölt egyik vagy másik oldalon, akkor milyen esélyek lennének, amikor már republikánus ütközik demokratával, és hogy Donald Trump minden bizonnyal alul maradna Hillary Clintonnal szemben, aki a legesélyesebb demokrata jelölt. Most viszont, mintha már a felmérések is kezdenének mást mutatni. Ön mennyire követi ezeket? Igen, hát én is ezeket láttam. Ez is persze meglepő lenne. Most független attól, hogy valaki a republikánus sokkal, vagy melyik párttal rukon szenvez, független attól, hogy Hillary-t mennyire kedveli, én mondjuk őt személyesen azért tényleg ismerem, és sokkal jobban, mint Trumpot, én nekem jó véleményem van róla, független attól, hogy a politikájával mikor ért az ember egyet, az biztos, hogy ő egy nagyon felkészült, nagyon tapasztalt asszony, rendkívül erős akaratereje van, hát ezt az egész politikai pályája mutatja, hogy a magánélet megpróbáltatásai, amiből bőven jutott neki, ezeket ő hogy tudja szinte lerázni magáról, hát itt ugye a férjével kapcsolatos ügyekre gondolok, és ezt is magam láttam, hogy a washingtoni nagykövetként. Én azért úgy most mondhatnám, hogy remélem azt, hogy mégiscsak ő győz, hogyha más elnök jelölt lett volna, akkor az én személyes szimpátiám valószínűleg nem Hillary mellett lett volna, de ugye van egy ilyen régi mondás, ami sajnos abszolút nem igaz ma már, egy régi amerikai filmnek volt a címe, hogy a legjobb, mindig a legjobb győz, ugye a legjobb elnök jelölt győz. Hát most ő a legjobb elnök jelölt, ez vitathatatlan, és elsősorban, mint magyar, vagy mint egyszerűen európai, és a külpolitikát valamennyire ismerő, azt mondhatom, hogy a világ számára egy ilyen kiszámíthatatlan ember, mint Trump, az hihetetlen veszélyekkel jár. Mi az, ami mégis kiszámítható abból, hogy mit hozna a világ számára Donald Trump elnöksége? Hát ugye azzal szoktak, mondjuk azt találják mentségnek sokan elemzők, hogy hát ugye egész más dolog, hogy egy kampányban miket mond valaki, és hogy fog ő viselkedni elnökként. Hogy ne aggódjunk, mert úgyse azt fogja csinálni, amit most mond. Igen, most ez nem lesz nehéz számára, éppen az után, a Varga Betűk után, amit a kampány során is mutatott. Hát itt a kérdés az, hogy valóban ő mennyire hallgat tanácsadókra. Mert régen, aki egy azért rokonszemes ember volt, de ő sem volt különösebben művelt, de régen nagyon hallgatott a tanácsadókra, és nagyon jó érzékkel választotta ki, hogy ki legyen mellette, vagy akár az idősebb Bushra is elmondható ugyanez. Na most eddig nem láttuk azt, hogy ő bármiféle tanácsra nagyon adott volna, de hát én azért továbbra is azt gondolom, hogy az esély mégiscsak az, hogy egy demokrata, egy nő, az első nő lesz az Egyesült Államok elnöke, és talán éppen a nők fogják eldönteni. És ez a nyitott kérdés, hogy az ember hajlamos azt gondolni, hogy a nők számára az különösen vonzó, hogy hát most végre közülünk valaki lenne az elnök, és az első a történelemben. De éppen az érdekes, hogy a nőknek egy elég jelentős része valahogyan nem rokon szenvez Hillary-vel, és erre talán egy nő, mint ön, jobban tud választ adni majd. Én nem tudom ennek a magyarázatát. Azt talán viszont fontos elmondani, hogy az amerikai, én sem tudom ennek a válaszát, hogy ki, nőknek miért nem szimpatikus lehet találgatni, de lehet, hogy ennél fontosabb, hogy azért az amerikai rendszerben sem mindenható az elnök. Tehát még akkor is, hogyha Donald Trump kerül a székbe és nem hallgat tanácsadókra, azért ott lesz a republikánus párt, és ott lesz a szenátus, és ott lesz a kongresszus. Tehát hogyan tudják megkötni az elnök kezét? Mert az látszik, hogy a republikánus párt elit enyhén szóval nem szimpatizál vele. Igen, hát ebben teljesen igaza van, és miközben a világ mindig csak az amerikai elnökről hall, meg őt látja a képernyőkön, de az éppen az elmúlt 8 év mutatja Obama elnöksége, akit ugye a világ nagy része hatalmas lelkesedéssel fogadott, és Obama rendkívül keveset ért el abból, amit ő hirdetett, és amit azt gondolom, hogy őszintén akart megvalósítani, azért, mert nem volt többsége a kongresszusban, sőt, ez csak csökkent az idők folyamán. Hát valóban így van, hogy a kongresszus meg tudja bénítani az elnököt, vagy ha úgy tetszik, ellenőrzés alatt tudja tartani. Úgyhogy, hát, mondjuk, ha félünk Obamát, vagy a Trumptól, akkor itt a reményünk, hogy az amerikai demokráciának ez a jó kipróbált intézménye, mint a kongresszus, az korlában tartja. Ugyanakkor az a kiábrándulás, aminek tulajdonképpen Trump haszonélvezője, ez vonatkozik a képviselőkre is, ahogy ezt Európában is látjuk. Tehát erről nagyon keveset hallani, hogy milyenek az esélyek a
kongresszus összetételére vonatkozóan. Tehát kerülhetnek Trump-szerű figurák nagyobb arányban a kongresszusba is? Hát mondjuk ez félő, és esetleg éppen az a példa, mert a példa mindig ragadós, hogyha azt is látjuk, hogy az elmúlt hetekben már Trump-al szembeni kritika a sajtóban csökkent, ahogy az ő esélyei nőttek, és hogyha ez a divat, ez a rossz divat mondjuk ragadóssá válik, akkor elképzelhető az, hogy a kongresszus összetételében is az ilyen módszerekkel, a demagógiával, a olyan kifejezések, személyre szóló sértegetésekkel lehet győzni. Ez a színvonalnak a nem csak emberi oldalról jelenti a színvonal csökkenését, hanem intellektuális oldalról. Amerikának nagyon nagy elnökei voltak, persze az emberek arra nem emlékeznek, hogy voltak jelentéktelen elnökei is, de azért az amerikai történelem azt mutatja, hogy Amerika a legmodern történelme, sőt egész történelme egy nagyon sikeres. Ezt talán sokan nem látják, és ezt a sikert törheti igazán meg egy rossz elnök, és hát ezt szeretné elkerülni, nem csak ő. Szóval a megfigyelőkön túlmenően mindenki, aki a világ sorsáért aggódik, és ma pedig sokunk van, hogy aggódjunk a világ sorsáért. És hát Európában is van éppen elég probléma, amivel nehezen birkózik meg a kontinens, meg az Unió. Önnek mi a véleménye arról, ami most egy-két napos hír, hogy közel 80 millió forintot kellene fizetni azoknak az országoknak, akik nem kívánnak menekültet befogadni, illetve arról, hogy a magyar kormány pedig népszavazást szervez? Hát, ahogy én ismerem a jogi helyzetet, ez a népszavazás nem fogja befolyásolni Brüsszelt, hogyha ezt a döntést. A magyar kormány azt mondja, hogy ők akkor a nép felhatalmazásával képviselhetnek. Hát jó, kiléphetünk. Lesz egy tudom én, huxit, tehát Hungary exit esetleg. De ugye a nép nem arról fog szavazni, hogy kilépjünk az Unióból, hanem hogy akarják-e, hogy betelepítsenek menekülteket. Igen, hát tulajdonképpen én mindig azt próbáltam hangsúlyozni ebben a kérdésben, hogy annyira kevés szó esik a gyökerekről, arról, hogy nem a menekült kellene, kizárólag azzal foglalkozni, hogy mit csináljunk velük, beengedjük, nem engedjük, hova tesszük, stb., hanem az, hogy minél kevesebb menekült legyen, mert akkor segítünk a menekülteken legjobban, hogyha nem kell nekik elmenekülniük. És hát mondjuk éppen ma a biztonsági tanács Aleppo ügyében lépett megint, de hát félő, hogy ez semmire nem vezet, tehát az, hogy nem szabad támadni a kórházakat, tehát eddig sem volt szabad támadni. Szóval a szíriai, elsősorban a szíriai helyzet okozza a menekült áradatot, úgy mellékesen ugye Afganisztán, azután a török magatartásnak is van ebben szerepe. Tehát én az ENSZ-et is, az Európai Uniót is szeretném látni, szeretném hallani, hogy ezzel foglalkozik. És abban talán könnyebb volna meg egyetértésre jutni akár Magyarországon. Hát foglalkozni, azt hiszem mindenki foglalkozik, mert azért ezt már felismerték a világban, hogy a gyökerénél kéne kezelni a problémát. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan, de ön szerint a magyar kormánynak mi lenne a teendője ahhoz képest, amit tesz? Hát én nekem úgy gondolom, az a véleményem, hogy együtt kell működni más országokkal, nem csak az Európai Unióban, hanem nyilván nem a NATO-ban is. A NATO azért már sokszor lépett a saját területén kívül. Ezek körül vitatkozhatunk, hogy volt-e sikere, vagy mennyire volt sikeres, vagy nem sikeres. Itt én azt gondolom, hogy az ENSZ-nek kellene sokkal határozottabban föllépnie, és ezt kellene támogatni, mert a világ békét mi fenyegeti? Nem önmagában a menekültek száma, hanem az, hogy egy konfliktus zóna állandóan nem csak öli a saját népét, hanem hát menekülésre készteti. Tehát a világ békére a rendszerváltozás óta, 1990 óta semmi sem jelente nagyobb veszélyt, mint az, ami ma ottan a Közel-Keleten, Arábiában folyik. És én annak örülnék, hogyha a magyar diplomácia aktivitása, amelyik Európán kívül nagyon aktivitást mutat, erre koncentrálna. És ebben sokkal könnyebb lenne egyetértésre jutni más országokkal. Attól még persze azzal a kérdéssel kezdeni kéne valamit, hogy mi legyen azokkal, akik már itt vannak Európában. Ön szerint fogadjuk be azt a kb. 1300-at, akikre elvileg már ugye az uniós tanácsi határozat vonatkozik, és fogadjuk be akár azokat is, akiket későbbiekben kellene egy automatikus elosztási mechanizmus alapján? Igen, hát ugye 1300 az nem egy nagy szám, és mondjuk, hogyha csak pénzügyileg nézzük, hogyha fenyeget ez a tényleg meglehetősen magas összegű fejpénzt, amit a javaslat szerint minden befogadott, illetve be nem fogadott menekült után
a befogadás elhárító országnak kell fizetni, akkor nyilvánvalóan, hogy anyagilag sokkal olcsóbb lenne befogadni ezeket az embereket. Még egy külön téma az, hogy hát nem Magyarország a célország, úgyhogy éppen múltkoriban egy litván diplomatával beszélgettem, Litvánia befogadott, nem tudom, 100 vagy 100 körüli ember, és már senki sincs ott az országban. Tehát ha az Európai Unión belül szabad a mozgás, akkor befogadhatunk bizonyos embereket, vagy ránk kényszeríthetnek, vagy éppen próbálnak kényszeríteni embereket, de azok nem akarnak itt maradni. Ugye ezt az érvet a magyar kormányképviselői is el szokták mondani, de ők ezt arra hozzák fel, hogy miért nincs értelme az egésznek, és nem szabad belemenni ezek szerint. Ön szerint pedig ez pont abba az irányba mutat, hogy fogadjunk be, nyugodtan úgysem maradnak itt. Igen, hát ez egy cinikusnak hangzó válasz, de valóban így van, azért azt hiszem, hogy nem sok oka van annak, hogy Magyarországon maradjanak. Hát minek fizessünk 80 millió forintot valakiért, aki úgyis két percig lenne Magyarországon, hát, ha befogadná. Ez is egy hozzájárul a kérdés eldöntéséhez. Én úgy gondolom, hogy van egy erkölcsi parancs természetesen, a szolidaritás, és a szolidaritásnak ugye valóban vagy az a módja, hogy az embereket fogadjuk be, vagy az, hogy anyagilag hozzájárulunk a terhekhez. Ugye itt a legveszélyesebb az, amiről bizonyára sokat fogunk hallani, hogy most nem arról van szó, hogy Magyarország vagy más be nem fogadó fizetne, hanem hogy nem kapná azokat a pénzeket, amely abból vonnák le. És ugye ezt aztán nagyon megérzi az ország, megérzi a társadalom. A tanulság valahol az, hogy nem érdemes kiélezni a vitát az Európai Unión belül, hanem akár a színfalak mögött, akár pedig nyilvánosság előtt a megoldásokat kell keresni. Mindig nagyon nehéz visszatáncolni akkor, hogyha nagyon élessé vált a konfrontáció. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is örömmel voltam itt.